A 60 éves V. Istvánné tavaly április 7-én este annyira összeveszett, több mint 20 éve vele lakó élettársával, hogy egyetlen szúrással elvette az életét. A nehéz anyagi körülmények között élő pár az elmúlt években egyre komolyabb konfliktusokba keveredett egymással, és egyre több alkoholt fogyasztottak. Véné aznap a szokásosnál több vodkát ivott, mivel párjának újabb tartozásai derültek ki. Az egész napos veszekedés után a nő egy 18 centis pengélyű késsel akart ráijeszteni az ágyban fekvő férfira, de az kinevette. A nő elmondása szerint a gúnyos reakció elszakított benne valamit, ezért egyetlen szúrással megölte élettársát. A gyilkosság megrendítette félegyházát, mert az áldozat, B. József, a Szent Benedek általános iskola és középiskola kollégiumának volt a nevelő tanára. Élettársa V. Istvánné Olga a helyi vágóhidat üzemeltető cégnél dolgozott. A kecskeméti törvényszék idén januárban nem jogerősen 7 év börtönre ítélte az asszonyt. A vádlott azonban enyhítésért fellebbezett, így a per a szegedi ítélőtáblán folytatódott. Szerdán aztán a másodfokú bíróság megerősítette az elsőfokú döntést.